Nincs egy hete, hogy megjelent, srácok, a Terra Nil a Devolver Digital kiadásában. És már 2 éve, ha nem több, hogy várom, hogy végre megjelenjen. 2021-ben a Steam Next Fest-en debütált ez a játék, legalábbis számomra biztosan. Egy nagyon chill játékról van szó. Attól a fejlesztő csapattól, a Free Leaves-től, akik egyébként a Genital Justingot is elhozták nekünk, az a játék, amikor péniszek mennek más péniszekbe, és azok a más péniszekbe. Illetve ők azok, akik egyébként a Broforce létrejöttért és a The Expendables-ért is felelnek, ezt érdemes tudnatok. Tehát, hogy ők ilyen múlttal rendelkeznek, amúgy tök jó játékokat csinálnak, és amúgy ez a Terra Nil is egy tök jó játék, csak egy kicsit másmilyen. Nagyjából 4-8 óra végig játszani a játékot, de hát itt nem ezen van a hangsúly nyilván, hanem az, hogy nagyon egyszerű, nagyon szép kis tempóba, csillesen elagyalgatsz azon, hogy mit és hova akarsz éppen tenni. Ez egy ilyen fordított városépítő játék, mert ugye létrehozol alkotásokat, változtatod az élő világot, de a végén el kell tüntetned az épületeidet. Az én Steam review-m ezzel a játékkal kapcsolatban a demo alapján az volt, hogy nem éppen az a megszokott városépítő játék, mert itt ha végzünk, akkor nyoma se lehet az épületeinknek, csak is kizárólag az általunk alkotott gyönyörű ökoszisztéma marad utánunk. A demót nagyon élveztem, srácok, és hát kíváncsi vagyok, hogy ez így miben mutat mást, miben mutat többet. Valószínűleg abban, amit így egy Steam alatt nem fogunk tudni megnézni, azt a 8 vagy egy kicsit annál is több pályát nem fogjuk tudni egy stream alatt megnézni. Úgyhogy valószínűleg az az élmény, amit ez a játék adni fog, az ugyanaz a pálya lesz, amit a demóban is már játszottunk. Üdv mindenkinek! Az előző játékaikhoz képest ez fura váltás? Hát igen. A Devolver Digital inkább indie játékkiadó. Igen, de én nem is róluk beszéltem, hanem a Free Leaves-ra. Introduction. Hogyha sikeresek vagyunk, akkor nem lesz többé szükség erre a könyvre. Flóra, fauna, régiók. Azt hittem, hogy itt lehet majd lapozni. Itt van a nehézség állítás, hogy milyen nehézségen akarjuk játszani a játékot. Mehet az ekológista. Hát az Environmental Engineer az azoknak van, akik így nagyon, nagyon komolyan akarnak belekezdeni, de írják is, hogy ez első végigjátszásnál nem annyira javasolt. Én amúgy, akik 100% chillt akarnak, a Gardener az abszolút jól lát. Az abszolút jól lát. Ja, ott írja is, hogy mi a helyzet. Starting resource 1000, 1500. Ja, és akkor itt drágábbak a dolgok. Jól van, mehet ez. A játék mobilra is elérhető, így van. 25 euróba kerül ez a game. Meg lehet venni Steamen, Epicen és Gogon is, illetve elérhető Androidra és iPhone-ra is, és Netflix előfizetéssel pedig ingyen van. Na hát, kezdjünk az alapokkal. Azt mondja, hogy
mozgatni kell a kurzort. Nagyon jó. És olyat is lehet csinálni, hogy menjen a középső gombot, és akkor úgy mozgatom. És lehet VSD-zni is, meg nyilakkal is lehet mozogni, lehet zoomolni is. Jó. És akkor már is kezdünk egy turbinával. Kell kavics. Kell kavics, ugye ezt csak kavicsra lehet rakni, és csinál nekünk áramot. Az első térkép neked 4 óra volt? Na. Endangered Wildlife Trust alapítványba megy a 8%-a a Steam-es profitnak. Ó, köszi szépen kollektíva az infót. Köszi szépen. Na, megtisztíthatjuk most már a talajt. Nézzük. Azt mondja, hogy Toxin Scrubber. Igen, ezt érdemes minél távolabb tenni a turbinától. Egy. Na, ott már meg is tisztult a föld. Péntek este vettem meg, szombaton már pörgött a credits, de a titkos pályák még hátra vannak. Akkor ezek szerint tényleg 8 pálya van a játékban, és akkor azon felül még vannak titkos pályák is. Jó. Lehet rotálni az épületeket. Nem, 4 pálya van és 4 titkos. Á, köszi szépen, köszi szépen. Irrigátor. Szóval tennünk kell le öntözőt. És akkor ezt így lehet forgatni, hogy merre öntözzön. Aha, és itt segít nekünk a játék, hogy ezt így érdemes letennünk először. Hogy belocsolta. Még én is a titkosnál tartok, engem nagyon kikapcsolt ez a game. Így nem akartam ledarálni. Azt írták amúgy, én olyat olvastam, hogy nagyon, nagyon kevés a content bennem. Jó, és akkor még egy öntözőt teszünk. Hogyha elvesznénk, akkor csak a kézikönyvbe kell nézni tippekért. Greenery Goal. Hát így van, minél zöldebbé kell tennünk ezt a placot. Jelenleg a 30% a cél. Nekem furcsa is, a játék alapjai megvannak, pályákat csinálni azért nem lenne olyan bonyolult többet. Ja. Én azt, megmondom őszintén, én azt hittem, hogy egy, mit tudom én, így megjelenéskor egy ilyen 20-30 pályát beletesznek az alapján, amit ugye lehetett látni már pár éve, hogy milyen lesz a játék. Ja, biztos a siker után lehet, hogy majd jön valami update. Ja, valószínűleg. Még én például egy workshopos támogatás is tök menő lenne. Na. Szóval zöldölni kell, értem, 30%. Jó. Hát mondjuk ide tehetünk még, és akkor... A délutáni program Dungeon Siege lesz. Egyébként. Ez most elég pazarlás lesz így, srácok. Na. Uh-huh.
Nem lehet arrébb rakni, pedig azt arrébb kellene raknunk. De a tutoriában még valószínűleg nem lehet mozgatni ezeket. Jó. És akkor mi van, hogyha most meglocsoljuk? Majd akkor ez később fog kiderülni. Jaj, a pályák randomok, igen. Kár, hogy a Netflix előfizetés csak a mobilost adja. Na. Próbáljunk terjeszkedni, azt mondja, hogy... Jó. Mondjuk oda teszünk egyet. Ezt ennyire tudjuk elhúzni. Hát ez olyan pazarlásnak tűnik, de nem baj. Azt nézem, hogy 6-ot lehet rákötni a turbinára. Sziasztok. Üdv mindenkinek, srácok. 164, 177. 143. 151. Na és állokkoltuk a vízpumpát. Pazarlásnak tűnik, de nem baj, mondta pazarló streamer élőben. nagy pazarlások vannak itt. Azt mondja, hogy kell neki áram. Hát ezt ugye úgy tudjuk megoldani, hogyha mondjuk ide teszünk áramot. Vagy mondjuk oda. De mondjuk akár oda is mehet. Nézzük meg így, hogy milyen. Aha, látjátok? És akkor ott mutatja, hogy oda már lehet tenni például. Na, ez amúgy így király. Amúgy ezeket a játékokat nem nehéz streamelni, mármint úgy értem, nem nehéz érdekesen előadni? Nem tudom, megmondom őszintén. Na várjál. Jó. Oda is tudunk még tenni. Milyen szépen néz ki basszus a víz. Ugye a víz az így kitölti ezt a medret, és minden amihez hozzáér, az zöldé teszi. Még olyat tudunk csinálni, hogy ide is teszünk egy ilyen turbinát. Bár valószínűleg amúgy oda előnyösebb lenne. Emlékezzetek arra, hogy most hogy néz ki a planéta, és majd egy 20 perc múlva milyen lesz. Fura, hogy az április 1-i Sonic játékra nem nézere. Láttam, hogy van olyan, de megmondom őszintén, az akkor lett volna szerintem nagyon király, hogyha április 1-i nyomom. Joko Sensei. De amúgy az poénosnak tűnt. Az poénosnak tűnt. 134. Ezt itt végig toljuk, srácok. Valahogy így mondjuk. Te tegnap toltad? Elég jó lett? Na. Örülök, hogyha tetszik. Ez hogy kéne jól kihasználni? Oda teszünk egyet? Meg mondjuk oda. ...93-95, mehet akkor ez így. Nagyon jó. 76%-nál járunk most.
és még nem csináltunk kalcifiert, és ez azt csinálja, hogy tudunk csinálni ilyen sziklásodást, kristalizáljuk a környező részeket, és a zöld területből kavicsosat csinálunk. Téged a kimaradó kockázat, azok engem is, de ez ugye még az eleje, ezen később egyébként lehet reszelni, hogy ugye ne maradjanak így ki. Egyre több és több eszköz kapunk. Na például hova lenne érdemes ilyet csinálni? Mondjuk oda. Mondjuk szerintem oda tök jó. Hát az elején biztos, hogy kiakadhatnak az OCD-sek. Azon, hogy kevés a lehetőség. Az biztos, de megnyugtatom az OCD-seket, később több lesz. Később minden szebb lesz, jobb lesz és több lesz. Na. Ez most költséghatékony építés lesz, úgyhogy azért ilyen. De jól néz ki, ez nagyon jól néz ki. Mi az, amit nem csináltunk? Exkavátort. Ugye az exkavátor ás. Mélyedéseket ás. Lehet rotálni, tehát oda teszed, ahova akarod. Például lehet azt mondani, hogy oda kérünk, hát csak nyilván ez nem így működik. De mondjuk tudunk csinálni ilyet. Mondjuk annak nem tudom, mennyi érte van. Hát kipróbáljuk, hogy ez amúgy így hogy működik. Ha mondjuk ásatunk oda, ez hogy néz ki? És akkor az úgy ott marad? Hát... Ezt most kipróbáltuk, hogy milyen? Értem, ez nem jó. Ez így nem jó. Ez így nem jó, de legalább kipróbáltuk, hogy ez milyen. Igen. Legalább ebből tudtak tanulni, hogy az excavator az bizony így működik, hogy oda leteszed, ás egy kicsit, és akkor így ő az így ott marad. Jó hír. Ezt el tudjuk majd később tüntetni. Az még nem most van, de ezt el lehet itt tüntetni. Itt a visszavonós mekkora jó. Akkor csinálunk még egyet. Így van, a fa miatt állt meg amúgy. Bum. Milyen jó, hogy itt ez a visszavonás gomb. Köszi. És ott a kavics miatt áll meg, aha. Hát, jó, az a helyzet, hogy meg kell lépni. Tehát, hogy meg kell lépni. Igen, meg kell lépni. Így. Így. Igen. Nagyon jó. Igen, ez így nagyon jó lesz, srácok. Kérünk bele egy kis vizet. Sőt. Az túl közel van. Semmi gond. Mindjárt megcsináljuk, hogy ne legyen túl közel. Kérünk oda egy kis kristályt. Jó. Kérünk oda turbinát, nagyon fontos. És akkor mehet. Nagyon jó. Csak úgy terjeszkedik a víz. És akkor kérünk oda még egy turbinát. És akkor ezt így összekötjük itt.
Nagyon jó. Oda is kristályozód, nem mondjuk oda nem akarunk kristályozni. Mit akarunk csinálni? Zöldséget. Zöldséget így. Nagyon jó. Meg oda is zöldség. Ezt még arrébb lehet vinni. Az úgy jó lesz, az úgy jó lesz. Fogy a zöldségünk, fogy a levelünk, srácok. Baj van. 98, 121, 121, 123 át. Aha, az excavátor az egyszer használatos. Az úgy 80, 98, jó, 98. Srácok, ez annyira készlet, hogy 101%-os. Nekem amúgy ez a könyv nem rémlik, tehát ez a könyv ez biztosan a későbbiekbe jött be. Nekem ez a könyv abszolút nem rémlik. Hogy lett volna a játékban, úgyhogy ez biztosan új. Na. Figyelni kell a hőmérsékletre. Biomok, állatok, klíma. Hát még pingvinjeink is lehetnek. Na. És jönnek az inváziók. Demóban nem volt könyv. Akkor jó a rémlet. És kell védelmi rendszer is, és kész is az Age of Empires 3. Igen, igen. Hidropónium. A hidropóniumban tudunk csinálni ilyen mocsarakat? Vizes élőhelyeket. Majdnem jól mondtam. Aha. Wetlandet csinál nekünk. Nézzük meg amúgy, hogy ez milyen. Beehive. Aha. Na ezt figyeljetek, milyen szép lesz a terület. Azt nézd. Most már Solar Amplifiert is lehet csinálni. Tehát ezzel konkrétan ki lehet égetni. Területeket. Na jó, csináljunk egy ilyet erre, nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen. Tehát azt mondja, hogy rá kell tenni egy, mire? Erre a zöldítőre. Aha, és akkor az 33. Az meg 42. Mehet. De jól néz ki. Nagyon tetszik, hogy így átalakul ez a terület. Csinálnunk kell 100 ilyen esi nutrient style-t. Tehát égetnünk kell. Jó, hát nem tudom. Mi égessünk mondjuk itt. Égetnünk kell mondjuk itt. Csak ott nincs fa. Na, azt akkor kiégetjük. Oda kérünk tüzet. Azt nézd! Azt nézd! Wow! Na hát, tessék! Rengeteget égettünk. Igen, esi. Tehát ez itt ilyen hamvas, és akkor tudunk csinálni arborétumot. Csak oda lehet csinálni, ahol voltak ilyen épületeink. Na. Jó. Még arborétum.
oda is. És akkor oda is. Megjelentek a gólyákok, srácok, csak mondom. Na, mi az, amit kell? 171 wetland kell most nekik. Jó, ezt valahogy meg kell csinálnunk, mondjuk így itt. Ja, ilyen mocsaras régió. Még kell, tehát ez még nem elég nekik. Hát most nyilván itt a tutorial részen vagyunk. Na és akkor így tettük elérhetővé a Research Center-t. Ezzel lehet majd manipulálni ennek a területnek a klímáját. Üdvözlő srácok közben, hali. Na, tessék. Mondjuk én oda akarom, ott amúgy sincs nagyon semmi. Új. Na, be kell állítanunk a klímánkat, amit elvár tőlünk most a játék. Egy pillanat. Zavart már ez a kábel. Fungi in forest, tehát gombáznunk kell. Páfrányok is kellenek. Aztán kellenek vízililiumok. És 70%-nál már elkezd esni az eső. Aha. Tehát 90%-nál már jönnek a lazacok is. Nagyon szuper. Ideális kondíciók. A humidity akkor jó, hogyha 30 és 70% között van, tehát a 80 és 90% az már egy kicsit túlságosan is nedves. Túlságosan is durva a páratartalom, úgymond. Jó. Oké. Na, tehát azt mondja, hogy Cloud Seeder. Aha. Na, nézzük meg ezt a Cloud Seedert. Növeljük a páratartalmat. 12%-kal tudjuk növelni, hogyha én most ezt ide rakom. És akkor most megjelennek a gombákok. A gombákok maguktól jelennek meg, vagy... Azzal nekem valamit csinálnom kell. Az ott 9%, 10%. Gyűjtjük a zöldséget, azt mondja, hogy még növelünk. 7%, 11%, nagyon jó. 68. És akkor még egyet le kéne raknunk. Ez amúgy pont jó. Tessék, így megvan a 70%. Na. Ha az az exkaválunk. 70 alatt kell lennünk? Most nem tudom eldönteni. Nem, 70 fölött kell lennünk, tehát akkor ez igazából nem volt jó, mert akkor egy olyat kéne leraknunk, ami több százalékot ad. Na hát, ezt úgy csináljuk meg, hogy oda csinálunk kristályosodást, oda. És akkor arra rátesszük. Arra nem tudjuk rátenni, mert hogy nincsen turbina a közelben. Most már van. És az 5%. Jó. És akkor most elkezd esni az eső? Hát dörög.
Na. És most, hogy esik az eső, most bezöldül minden. Kivéve, nem, még a szenes, hamvas hamuval fedett területek is bezöldülnek. Szia, fiszok! Üdvét, srácok! Gyűlik a zöldség. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon jók vagyunk. Csak feljebb kéne nyomni, hogy legyenek ilyen vízi liliomok is. Bár az a helyzet, hogy kéne még nekünk exkavátor, mondjuk. Azt hittem, oda befolyik a víz. Nagyon jó. Ja, és akkor az fullon van, és most még nem tudunk rombolni. Na, sziki. Az meg túl közel van úgy, aha. Ez egy kicsit erős, de nem baj. Ez egy kicsit erős, de nem baj. Na. Tessék, megjelentek a vízi liliomok. Csak meg kéne csinálni ezt a 90%-ot, nem? Mit mondtok, srácok? Azt mondja, exkaválunk egy kicsit. Nagyon jó. Az ott 2%, 1%. Még exkaváljunk. Egy. Kettő. És mehet még. Tolunk bele egy kis vizet. Nagyon jó. 87%-nál járunk most. Az túl közel van, semmi gond, semmi gond. Egy kis pazarlás. Az 3%. Nem, még kell egy. Tessék. Na, elvileg most még lazacaink is vannak. Kicsit rongáltunk itt, de elvileg most már vannak lazacok is. Az, hogy hol az, mert egy más kérdés, de elvileg most már van. Köszi szépen közben Joker a 46 hónapot. Heregjenek a szögek Jokernek. Na, hol vannak a lazacok? Én nem tudom, ti már találkoztatok lazacsal, vagy láttátok már ezeket a lazacokat? Hol kell őket keresni? Gondolom a vízbe, de én nem látok semmit. Ez egy tökéletes Switch játék lenne. Szerintem lesz majd Switchre idővel. Idővel biztosan lesz. Hát...
Nagyon jó, jön az eső, jön az eső. Nagyon szeretjük az esőt. Itt a fák között nagyon hatékony lehet egy szia turbina? Kiemelkedik, kiemelkedik. Jó, hát nem tudom, megmondom őszintén, srácok, nem tudom, hogy hol kell keresni. Mit vár el tőlünk a játék? Szerintetek most mit vár el tőlünk a játék? Valamit nem néztünk volna még meg. Aha, kellene ilyen finboss, meg kellene mocsaras terület. Na nézzük. Hogyha ilyet vár el tőlünk a játék, akkor csináljuk meg. Én a bal felső sarokban levő területekre gondolok. Aha, aha, jó, csináljuk meg. Csináljuk meg. Teszünk ide egy ilyet, és akkor erre már is rá lehet tolni. Jó, a mocsárás terület megvan, és akkor a finbosshoz kell nekünk fa. Hát ugye fa ott van. Nagyon jó, és még kell. Kész. Bal fent kéri a dolgokat. Aha, oké, és akkor a három bájom az meg is van. Állatokat nem látunk, srácok. De gondolom az a rész az majd most jön. Nem, most az a rész jön, hogy elpakoljunk. Madár, hát jó, madár van, de a lazacot nem látom, meg a madarakon kívül más nem látok. Hol vannak a beígért lazacok? Sehol, sehol. Pedig én mindent megtettem. Na, mehetsz. Na, ez direkt hagytunk ki ott egy területet. Airship. Propaganda volt. És akkor recycling siló. Na, srácok. Ezt nagyon okosan és ügyesen kell megoldani. Na. Az utolsó kapcsolja le az áramot jeligével. Nagyon jó, azt ugye ott össze is húztuk. Ja, mit csinálsz? Recycling drón? Nem drónt akarunk még most. Ugye nagyon fontos, hogy mindent összecsomagoljunk. Mindent, de tényleg mindent. Nagyon jó. És így most szép zöld lesz a terület, anélkül, hogy itt lennének a gonosz épületeink. Az arborétumot is onnan kiírtjuk gyorsan. Kérdés. Aha. Hát ez soha... De talán meg... Aha, meg tudjuk oldani, hogy csomó mindent felvegyünk. Jó. Aha, ebben is egy csomó épület benne van. Ebbe is benne lesz.
67%-nál járunk most. Hát, jó. Itt szerintem megvan minden, nem? Ó, nem, ott még maradt. És mi a cél egyébként? Itt már nem mutatja mi. Villámlék és mennydörög, így van. Na, azt mondja, hogy recycling drone. Loading dock. Wow. Vízesésen fel és le tudnak mozogni a drónok. Na, tehát ugye most az lenne a lényeg, hogy a drónok begyűjtsék a lootot. Ezt kéne megcsinálni. Loading dock. Jó, oda kérjük. Aha, tehát a loading dockról gyűjtik be a lootot. Aha, értem. Erre is kellett volna akkor ezek szerint még jobban figyelni. Tehát, hogy például azokat ott hogy fogják begyűjteni, mert valószínűleg sehogy. Meg azt is ott hogy fogja begyűjteni, mert azt is ott sehogy. Ja. Ja, hát igen, ez most így kellemetlen, mert... Mert hogy kell áram. Kell áram. Hát igen, erre gondolni kellett volna, gondolnunk kellett volna erre, ez most kellemetlen. Jó. Na, tehát akkor jöhet egy exkaváló, ami ugye oda bevisz minket. Az egyik exkaváló, és akkor jöhet még egy exkaváló, ami pedig arra visz minket. Aztán jöhet még egy exkaváló, ami megcsinálja ezt az utat még egyszer. Nagyon jó. Ugye oda most vízet kell tölteni. És akkor oda is kell még, mondjuk, mindjárt kitaláljuk, hogy hova. Oda tessék. Nem, az nem jó. Oda. Na, az már jó. Jó. Vízi töltések. Nagy... Jó, azt majd ott fel fogjuk számolni, Nem lenni probléma. Nagyon jó. Igen. Oda is kérünk. Jó. Tehát akkor elvileg most mindenhova el tudunk jutni, ahova korábban nem. Oké. Na. És megint begyűjtjük a nyersanyagokat. Még gyűjtünk be nyersanyagokat. És akkor az utolsó, az meg itt van. Remélem, hogy ez elég lesz. Fura, hogy átviszed a folyón, de nem tölti fel vízzel amúgy. Hát így, ja, így kiapadhatna, vagy valami hasonló. Rolti az art style-ja a játéknak? Ja. És ugye még nem látunk mindent. Na hát, kérünk oda egy olyat. Aztán oda is kérünk egyet. Oda mondjuk. Aztán oda egyet.
Igen, oda is. Oda is. Oda is. Oda is. Nagyon jó. Mit gondolsz? Nem lesz egy idő után monoton ez a játék? Nem. Nem. Pont elég annyi, amennyi kell, mert elcsillelsz. Így, amíg nyomod. Tehát, ha nem akarsz csillenni, akkor már nem nyomod. Mármint, hogy szerintem ez nem lesz sok, mert mindig tudod, hogy hol a határ. De, ja, egyébként nincs benne annyi content még, hogy sok legyen. Na, elvileg megvagyunk. És hát nyilván lehet gyorsítani is ezen, hogy gyorsabb legyen a jármű. 100%-on vagyunk, tehát elvileg megvan minden, ami kell. Elvileg megvan minden, ami kell. Mi ez itt? Animal Observatory. Na basszus. Így van. Ezt így utólag észrevettem. Állatszkennelés, az így kellene. Igen, itt mutatja, hogy hol van még probléma. Na, szkenneljünk ott állatokat. Így van. Segítenek az állatok. Scanning. Be kell szkennelnünk az állatokat. Na, amúgy ez se rémlik nekem a... Na, legalább 3-at kell találnunk. Nekem ez se rémlik egyébként. Ez a szkennelés. Na, azt mondja, hogy... Greenery, aha. Ott nem látunk semmit. Jó, mehet oda egy scan. Nem látunk ott se semmit. Most akkor... Azt mondja nekünk a játék, igen, aha. Tehát nagy... Jó, hát mondjuk rossz helyen keressük. Tehát hol kéne keresni az... Tessék, ott vannak az őzikék, mert meg is vannak. Kicsit félreértelmeztem ezt a szkennelőt, azt hittem, hogy csak a range-ébe tud szkennelni, de nem. Jó, tehát ők megvannak. Akkor menjünk vissza. Mármint, hogy így, hogy megyünk vissza. Itt, így, igen. Fimbos Fielden kell keresni a... Mik ezek? Mik ezek szerintetek? Amfibien kétértűeket kell keresni. Na, tessék. Fimbos Fieldeken keresünk kétértűeket. Ez a Fimbos, nem? Vagy úgy kéne szkennelnünk, hogy csak is kizárólag a Fimbos legyen benne? Lehet, hogy úgy kéne csinálni. Van olyanunk, ahol csak a Fimbos van? Mondjuk ott. Nem, mert ott... Ott még valami benne van pluszban. Szerintetek nem jól használom a scant? A mocsárba kell keresni. Na hát akkor ezt félreértettem.
Aha, tehát akkor valami ilyesmit kell keresnünk. Na, aha. Jó. Wetland és Finnboss, igazatok van, nem olvastam el teljesen. Igen, tehát egy egységes területet kellett keresni. Ott már meg is jelent a Brackencs. Már meg is jelent a Brackencs, tehát akkor ezzel is meg vagyunk. Beehive. Tehát kell magaslat, kell neki méhkaptár és erdő. Hát akkor ami nincs, az a magaslat. Itt szerintem nincsen magaslat. Szerintem itt ilyet nem fogunk találni. Van olyan, hogy nem megfelelek nekik a körülmények, és akkor ott vagy kialakítod, vagy másik állatot kell nézni. Aha. Én nem emlékszem, hogy ezen a részen lenne... Itt lehetne olyat csinálni, ugye? Itt lehetne olyat csinálni. Aha. Aha. Ja. Ja, nincs probléma, srácok, megcsináljuk. Megcsináljuk. Olyat kell csinálnunk, hogy... Tehát... valahogy égetnünk kellene. Valahogy égetnünk kellene. De... hát most éppen azon a jelok, hogy... ezért kell úgy csinálni, hogy az állatszkennelést a cuccok összeszedés előtt, aha. Én most éppen azon a jelok, hogy... Hogy oda hogy viszünk fel bármit is erre a területre? Mert ugye égetni... mondjuk égetni ott is lehetne, várjatok. Lehet égetni. Mondjuk úgy égetünk, hogy ezt... Aha, csak az nincs benne a range-be. Bízom benne, hogy ez most benne lesz a range-be. Aha. Na, és akkor elvileg... ott nem lehet égetni, aha. Aha. Nincsen fa. Lehetne, meg lehetne csinálni. Meg lehetne csinálni, azt ott el tudjuk égetni. Megpróbáljuk ezt megcsinálni, srácok. Igen, tehát azt ott, azzal ott égetünk, irányított égetéseket csinálunk. Na. Jó. 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 Jó, és akkor... ez miért is volt jó? Mert tudunk erdőt csinálni. Tudunk csinálni erdőt ezzel. Így. Csak hát nyilván ott kevés az épületünk, tehát hogy ez így nem éppen ideális. Nem éppen ideális, de végül is... Na, alakul. Jó. Nem kell kétségbe esni. Jó. Mi kell neki? Tehát az a lényeg, hogy beehive, hill és forest. Na. Hát akkor ez az lesz, nem? Ja, hogy oda már... Ó, hogy a szkennelés az nem vonatkozik arra. Nem már.
Jó, akkor azt is kiégetjük. Tehát, hogy nem esünk kétségbe, srácok, azt is kiégetjük. Tehát olyan nincsen, srácok, hogy ne oldanánk meg ezeket a problémákat, jöhet. Jó. Igen, egy a probléma, nem építettünk oda semmit. Hát, igen. Hibáinkból tanulunk, srácok. Vissza lehet vonni. Tehát oda kell építenünk egy, mit tudom én mit. Tök mindegy, mit építünk oda, csak legyen áram. Jó, és akkor olyat szeretnénk. Jó, persze, azt akartuk valójában oda. Na. Ilyet az égetés. Mennyi nem tutoriál? Nagyon szuper. Nagyon szuper. Arborétum. Jó. Magaslat is van. Tehát itt minden van. Hát akkor megjelentek a medvék? Hol a Maci Laci? Hát elvileg van Maci Laci, de én nem látom. Ott van amúgy. Ott nézzétek csak. Alig-alig látszódik, a körvonala ott van, de hogy így ott van, srácok. Nagyon akarni kell, hogy lássátok, de ott van. Jó, ezt össze fogjuk tudni csomagolni, nem lesz ezzel gond, de össze tudjuk csomagolni. Jó, na! Mi az, ami kell nekünk? Large lake. Ez large lake-nek számít? Tehát még nagyobb tó kell neki? Na várjál! Ez nem probléma, nem probléma. Vízesés kell neki? Persze! Vízesés! Persze, az nem probléma, nem probléma. A jelentőnek az se probléma. Vízesés szeretne. Persze. Na, hát tessék. Tó kell és folyó. Na, ez jó lesz szerintetek? Nem tetszik nekik? Na, tess, na, hát... De tényleg ott vannak a lazacok! De jó! Klassz! Na tehát... Tó és folyó... Large lake... Az a helyzet, hogy... Ez kevés, tehát, hogy itt még több kell. Igen, az baj, hogy nincsen tó. Nem baj, egy kicsit rombolunk még itt. Jó. Ez már majdnem egy tó, nem? Hát ez szerintem sehogy nem lesz az a helyzet. Ezt a részt szerintem át tudjuk alakítani. Na, azt nézem, srácok, ott lehetne tó, de ott nem lesz vízesés. Hmm.
ezt kell megcsinálnunk, ezt a részt. Na várjunk. Na csomagoljunk csak így gyorsan össze. Lent lehet el tudod keríteni az alsó folyót azzal, ami követ csinálsz, és akkor tó lesz. Ja, hogy úgy. Aha. Lehet, hogy túl sokat akarunk csinálni egy pályán, srácok. De csak várt. Mi? Összecsomagoltam a research, mint ezt az observatóriát is? Hoppá. Na. Jó, azt mondja, hogy... Forest kell és river. Hoppá, a hódak. A hódakok megjelentek. Nagyon jó. Hogy nyomják? Mindjárt épül a gát. Tehát... Forest... az az egy fa forestnak számít? Szerintem igen. Á. Na várjatok. Jó, jó, most lesz a jó, most lesz a jó. Gyere, gyere, szkennelünk, és akkor... Most már jó? Megjelentek a ragadozók is, nagyon jó. Timberwolf. Na, hát egyetlen egyet nem tudtunk megcsinálni. Waterfall... Ja, hogy nem waterfall volt, hanem... Ja, hogy waterfall. Ez kiejtésben van különbség amúgy? Hát a vízi madár. Waterfowl. Waterfall. Fell. Aha. Aha. Jó. Köszi szépen, Dejanu. Köszi szépen. Valóban igazad van. Large lake. Jó. Akkor végül is meg tudjuk csinálni. Hogyha nem kell vízesés, akkor meg tudjuk csinálni. Köszi szépen a pontosítást, a korrigálást. Akkor így én úgy gondolom, hogy megcsinálható. Na. Igen, ezeket most össze kéne csomagolnunk. Mondjuk valahogy így. Ezt így összekapcsoljuk. Bár lehet, hogy pont nem kellett. Nem kapcsoljuk össze. Jó. Az gond, az ott már összekapcsolás lesz. Mennyire gáz, hogyha összekapcsoljuk? Ott még kéne tágítanunk, na várjatok. Hogy lehetne tágítani?
Kéne tágítanunk, na ott mondjuk. A tóba valahonnan jön a víz, tessék. Már jött is a víz. Annyi kéne, hogy még több víznek kéne esnie. Jó, hát most nem várjuk, vagy megvárjuk? Nem várjuk meg. Picit pazarlás, de nem vártuk meg. Na nézzük! Tessék! Tessék! Megjöttek a libákok. Megjöttek a libákok, úgyhogy gyakorlatilag minden állat van. Minden állatunk van. Ugye most ami nagyon fontos az, hogy összeszedjük a cuccost. Hoppá, azt ott, oda nem akartunk. Na mindegy, így is jó. Mesterséges tolba a pillanatban, igen. Bár azt írja amúgy, hogy river, tehát hogy igazából nem is tó kellett neki, hanem az a lényeg, hogy víz legyen. Tehát nem kellett neki a tó, hogyha jól értem. Mert ugyanúgy azt írja rá, hogy river, mint arra, ami ott van, hogy river. De majd a szakavatott terranílesek nyilatkoznak, hogy amúgy ez így jó-e vagy sem. Ott a maci, ott van, ott megy. Ez ilyen álló river, igen. Csak megfelelően nagynak kell lenni, nekem kisebb területre is. Ja persze, ez lehetett volna kisebb is, láttátok, hogy... Na, meg vagyunk 100%, kicsit pazarlók voltunk, de hát ez ilyen. És felszállunk. Szia, Moki. Foul. Szia, Adria második, mi újság? Wasteland reclaimed. Űrlények mikor támadnak? Majd a Starcraftban. Kész. Gyakorlatilag mindent megcsináltunk. Huszonöt éves lett a StarCraft, tényleg? Na, a restauráció progressze 17%-on van. És gondolom oda lehetne tovább menni. És az lenne gondolom a rejtett pálya, ami ott van. Jó, látom, hogy itt másfajta állatok is vannak. De jó. Beach, mangrove, tropical forest, coral reef. Miért csak 70%-os?
Szerintem azért 70%-os, mert a hidden területtel tudjuk 100%-osra tenni. Hát, hogy hiába csináltuk meg 100%-osra itt mindent, a rejtett zóna teszi majd, mert hogy itt most látjátok, hogy 70, de hogy ez csak akkor lesz 100, hogyha a rejtett területet is megcsináljuk. De mondom, majd a szakavatott terranílesek kijavítanak, hogyha hülyeséget mondok. Akkor felmerül, hogy hogyan lehet azt unlockolni. Gondolom úgy lehet unlockolni, majd a srácok ezt is elmondják, hogyha mind a négy zónát megcsináljuk, akkor elérhetővé válnak a hiddenek is. Jól mondom? Aha. Koraloknál be fogok szarni? Na hát arra nagyon kíváncsi vagyok. Ez a korral már így menőnek tűnik. Ez már így jónak tűnik. Na, jó pihita, meddig nem mentek melózni, Adri. Tropikál. Region, temperature, ott van, tropikál, tehát ez a tropikál rész, amit majd most csinálnunk kell. Uh-huh. Sunflower. Épületek. Állatkák. Ja, hogy ez így lehet lapozni, aha. Jól van. Nekem nem sikerült az első pályán a kacsa vagy hattyú. Nekem az első pálya az most így meglett, annak tökre örülök. Tehát itt van óceánunk. És ha jól sejtem, akkor az óceánt meg kell tisztítani, mert hogy ez ugye szennyezett. Ez szennyezett óceán, és arra vár, hogy mi megtisztítsuk. Na, mi a feladat? Na, hát nyilván elsőre nem fogunk tudni mindent megcsinálni. Azt nézem, hogy el kell érni a 40 fokot, hogy legyen ilyen ez szita kötő, vagy mi lehet ez? Igen, tehát hogy 40 fok, vagy 40 fok fölött lesznek szita kötőink például. Páratartalom 99%, és akkor jön a Thunderstorm. Konkrétan Thunderstorm jön 99, pontosabban 100%-os, 100%-os izélnél. Ez kicsit furán van így írva. Az alappálya max 70% lehet, és a rejtett pályával lesz 100% minden régió. Aha. Jó, három turbinát kell leraknunk. Szóval, hogy is mondjam nektek, ez abból a szempontból komplex játék, ugye az első zónában nagyon szerencsések voltunk, de itt már nagyon kell arra figyelni, hogy mit, hova teszel, hogy ugye számításba vedd az, hogy hogyan kell majd elcsomagolnod, hogy ugye minél több leveled legyen. Jó. Ja, igen. Szia, Kizu, szevasztok, srácok. Húva, köszi szépen az 52 hónapot. Peregjenek a szvegek, srácok. Mineralizer. És ez mit csinál? Kristalizálja a sót az óceán vizéből, hogy sziklát emeljen ki. Tök menő. Tök menő. Ott az mi lehet? Mi, hogy ott olyan mély, gondolom. Aha, ott olyan mély, hogy oda ugye nem lehet tenni. Köszi Bubba, köszi Bubba. Támogatást és köszi szépen, srácok, hogy pergetitek. Óceán tile kell. Tehát tudunk vizet pumpálni. Hát oda pumpálunk mondjuk vizet. Hát
nyilván amúgy vízpumpálás oda is kéne fönt rám. Aha. Na és akkor itt a vízünk belefolyik a szennyezett óceánba. Kell nekünk ilyen. Igen. Aztán ide is. ...146. És oda kérünk még egy sort. 41, 42. Szerintem ebből nem tudunk többet kihozni, legyen 42. Az ott nekem amúgy tetszik. Nesz ajánlásával próbáltam ezt a játékot ki Netflix előfizetéssel. Ja, úgy jó, Netflix előfizúval. Úgy különösen jó. Azt mondja, hogy hogy kéne ezt megcsinálnunk? 140, 138, legyen ez, hogy ezt most így 140-re megcsináljuk. Egyelőre. Aha, Netflix előfizetésetek, ha van, akkor lehet Androidon meg iPhone-on is csapatni. Így van, így van. Cloud Seeder. Na nézzük csak. Azt mondja, hogy... Na. 164. Nem baj, ezt így fogjuk nyomni. 111. 155. Na, valahogy így. Tökély. Tökély, tökély. Na, csináljunk egy ilyet, mert erre kíváncsi vagyok, hogy milyen ez a mineralizáló. Ha, és akkor oda már is tudunk ilyeneket csinálni. Hát akkor kérünk ide, mondjuk a feleset, hogy oda akarunk. Jó, oda jó lesz. Kicsit pazarlás, nem baj. Ú, de szépen tisztul ki amúgy a víz.
Kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy lehet úgy normálisan megcsinálni. Pazarol! Hát pazarol, pazarol a Jánter most, igen. Hát a, ez a toxin scrubber az, ami nekünk kell, hogy ugye a vizet megtisztítsuk. Erre nem figyeltem. Az a kérdés, hogy ez ugye csak száraz... Na várjál, hova lehet ezt tenni? Így van, ezt csak a földekre lehet tenni. Jó. Ez az, ami én, amire én nem figyeltem, hogy amúgy ez a toxin cuccos kell nekünk, hogy ugye megtisztítsuk a vizet. Így van. Erre én nem figyeltem. Aha. Nagyon jó. Pedig hát logikus. Na. Sandbank. Wow. De jó. Túl közel van egy másikhoz. Na, szuper. Semmi gondod, de csinálunk egyet, és már is jó. Na, és akkor még ott is tisztogatunk. Nagyon szuper. Nézzük csak ezt a sandbanket. Tier 2. Ó. Hogy mit csinálsz? Moss on rock faces. Tehát, hogy mohás lehet az ilyen köves dolog, ha jól értem. Aha, nézzétek, csak ott már megjelent a moha. Aha. Tök jó, megjelennek a mohák. Arra, micsoda? Arra mennyire kell figyelni amúgy? Erre a zöldségre? Hát gondolom kell figyelni, de a közepes nehézségen szerintem annyira nem para a dolog. Igen, a Medal of Honor-re kell figyelni. Na nézzük csak ezt a sandbanket. És akkor erre lehet rakni épületeket. Ez azért jó. Például megtisztítjuk a vizet, rakunk rá egy ilyet, és azt tudom mondani, hogy ez most megvan, hát a tisztogatás. És hogyha ez is megvan, akkor ugye lehet még. Csak hát ugye mivel az túl mély, azért oda nem lehet. De például oda lehet. Ezt igazából bárhova lehet, nem csak normális óceánban, hanem... Aha, az messze van. Ja, igen, tehát hogy kell áram. Biodiverzitás. Beach, mangrove, tropical rainforest. Ilyenek kellenek. Jó, tehát most ez volt a lényeg. Aha, nekem nem tetszik, hogy nem teljesen tiszta az óceán. Emelnünk kell a hőmérsékletet. Tehát 2 fokon vagyunk jelenleg, és ennél nekünk több kell. Tehát például a következő rész az az, hogy benépesítsék a... Tehát, hogy legyenek rákjaink. Wetland tile. Tessék. Salinátor. Mangrove.
Igazából részben kérdés is, de nem úgy van, hogy a nem teljesen tiszta előbb-utóbb megoldódik? Nem tudom, gondolom igen. Gondolom, persze. Salinátor az most ugye nem megy, mert hogy magasabb hőmérséklet kellene. Hát akkor kérünk egy ilyet. Igen, a vegán szuperhős a Salinátor. Na. Tehát jelenleg az a feladatunk, hogy építsünk hármat, tehát ez nem probléma. Mondjuk oda csinálunk egy olyat. Kérünk egy ilyet. Remélem, hogy odáig elérünk. Ez nagyon fontos. Hát oda pont nem érünk el. És ez amúgy így nagyon jó lett, mert oda se érünk el így. Hát hogy sehogy nem érünk el, semmi gond, direkt volt. Ha kérdezik, direkt volt, srácok. Nagyon jó. Na, a tisztogatásból kapjuk ugye azt. Beach 5 mangrove, igen. Jó, mi az, ami itt feloldódott? Cloud seedereket tudunk telepíteni. Ugye most a... vízi léliomok jönnek. Az a szempont, hogy gondolom legyen thunderstormunk. Ez túl közel van, na. Most megvan a 100%, most már csak az kéne, hogy 35 fok fölé menjünk. Szagány Johnny, köszi szépen a 8 hónapot, hát rég láttalak. Kombusztor. Ez ilyen csúnya dolgokat csinál. Ezzel lehetne növelni a hőfokokat? Uh-huh. Ha, az ott 6 fok. Bum, tessék, már is 6 fokot nőtt. Az is ott 6 fok. Nagyon jó. Az ott 1 fok, 6 fok. Nagyon jó. Húha, most egy csomó minden történt. Na, mi az, ami történt? Tehát... az első, ha minden igaz, az, hogy lesznek borostyányaink. Hát nem tudom, ezt így hol kell keresni. Ezt nem vágom pontosan. Meg valami... elvileg már vannak rákjaink is. Hát elvileg most már kellene, hogy legyenek rákok így 20 foknál. Valami még történt. Valami madarak is jöttek, ha minden igaz. Igen, ott vannak a madarak. Hát én azt mondom, srácok, menjünk följebb még hőfokokba. Ameddig még tehetjük, az ott 5. Az ott 4. És még. Még kell mennünk. 2. 1. Ez is ott 1. 1. Szerintem az segítene, hogyha mondjuk csinálnék egy ilyet. És akkor azt így felégetnénk. Hát az hogy 3 lett. Kókuszpálma, hoppácska. Jó, és akkor még. Az ott 0, 1 fok. Még egyet.
És hogyha mondjuk hoppácska, hopp, jajjaj, itt állokoltunk pár dolgot, még mindjárt megy, srácok. Na nézzük. Az ott 3 fok. Na! Thunderstorm... Begin azt mondja. Igen? Szerintetek történik ilyesmi? Thunderstorm? Az ott micsoda? Az ott valami állat, az valami medúza, vagy mi lesz az szerintetek? Köszi, köszi srácok a perget. Ah, na! Akkor most jön a Thunderstorm? Én szeretném, ha megtörténne. Jó, jön a pénz. Na, és ezek szerint a szennyezett óceán eltűnik azzal, hogy jön a Thunderstorm. Oké, tehát ezen se kell izgulni, a szennyezett óceán problémája megoldódik. Nagyszerű. Nagyszerű. Ezen egy kicsit izgultam. Igen, beáldozunk területeket és vissza is kapjuk. Ja, ja. De ezzel még közel sincs vége a játéknak. Például még feljebb kéne mennünk 40 fokra. Jó. Amíg még esik az eső, addig kéne feljebb menni. Tessék, 45 fok. Majdnem 45 fokon vagyunk, és még így szita kötők is lesznek. Igen, igen, a felégetett terület is kizöldül. Így. Igen, igen. Na, most jön az, hogy be kell rendezni a biomokat. Trópusi erdő, mangrove, beach, meg korallzátony. Nagyszerű. Na, hát akkor jöhetünk ide. Azt mondja, hogy litárium. Ó. Toxin scrubberokra lehet építeni olyat, hogy... ilyen litárium. Ennek van valami magyar megfelelője szerintetek? Litárium? Ez egy magyar szó is. Jó, hát akkor legyen. Plusz 2, mínusz 25. Plusz 14. Plusz 45, mert... Na, tessék, van beachünk. Wow! Wow, hát kókuszfák, rákok... Jézusom! Nézzétek, milyen menő. Ott vannak a kis rákok. Meg a kókuszpálmák is itt vannak. Wow. Hát mennyire cool már. Oda még kéne egy nekünk. Szia, Sina! Nagyon-nagyon cool. Jó, és ez itt micsoda? Pilár. Aha, és akkor ott lesz a trópusi erdő. És ezt ugye cliffre kell építeni. Kérdés, hogy hol van cliff? Na, ott például van cliff. Fellowship expands. Praise the sun.
Szemáz, köszi szépen az ajándékot csinálnak. Köszi szépen, hogy ezzel a 15. hónapját lehetővé tetted. De regenek, srácok, a szvegek. Ujjjj. Aha, és az is amúgy Cliffnek számít. Szia, what the fuck? Ün mindenkinek, srácok, hali-hali. Tehát még kell trópusi erdő. Ez egy kicsit durva lesz, srácok. Nem mondom, hogy ezt ne lehetne szebben, lehetne, ez az első próbálkozásunk volt. Én örülök neki, hogy ezzel meg vagyok. Ilyet a korallzátony és a mangrove. Lehet monoréleket is kiépíteni. Mármint, hogy megépíteni. Igen, csinálunk egy ilyet, nézzük, hogy ez mi lesz jó. Our modest fellowship expands. Praise the sun. Érdemes rámenni az esőre, mert elég sokat tud adni. Mármint, hogy mi? Most ezt hogy érted? És András? Szemász, köszi szépen az újabb ajándékot, a 97-et a csatornán. Köszi, hogy Esebát 14. hónapját ezzel lehetővé tetted. Köszi. Még egy ilyen monorail nód kellene nekünk. Mondjuk oda. Igen. Monorail node ability. Hát arrébb tudjuk tenni a dolgokat? Vagy... Értem. Ja, már esik, arra gondoltam, hogy az üresen maradt kockánkat befülsíti, meg tisztítja a vizet. Ja, persze, az volt így az elsők között a feladat. Tehát a monorélen tudjuk pakolni az épületeket. És most már, hogy így pakoltunk, le tudjuk tenni a korall labot is. Hát ugye vinnünk kell a korallzátonyt, aha. Na. Ha és akkor azt oda lehet felhúzni, meg oda. Jó, na nézzük. Tehát ezt ugye az óceánból kell hozni, azt mondják. Ja, látom. Tehát ezt, ami itt van, a monorail hálózat... Na, aha, jó. Tehát a monorail hálózathoz kell közel legyen. Na, egy pillanat, srácok, mindjárt megoldjuk. Hogyan kéne ezt jól megcsinálni? Aha. Na, hát igen.
Semmi gond. Megcsináljuk akkor máshogy. Na. Megvan az összeköttetés. Tehát az úgy ott van. És az a feladat, hogy rányomunk erre, gondolom én, rányomunk arra, és oda belepottyantjuk. Wow! Oké, akkor ezt úgy kell megcsinálnunk, hogy tudjuk használni a monorélt. Hát... Erre legközelebb jobban kell figyelnünk, hogy így a monorélt azt így mindenhova le tudjuk tenni. Na! Kacok. Most jön, mostan jön. Az a plusz 8, plusz 10, plusz 33. Plusz 43, 45. Na. Azt nézzétek, milyen jól néz ki. Oda is még kértünk, és még kellene valahova. Hát ott az a gond, hogy ott nincsen monorail, de... megoldjuk azt a... problémát valahogy. Jaja, gyönyörű, gyönyörű a játék, igen, igen. Kérdés, hogy a monorail elére odáig, nem. Na. Szóval azt ott nem érjük el. Igazából mindegy, mert akkor csinálunk egy ilyen ilyet. Ide letesszük, és akkor elhozzuk onnan. És akkor azzal, hogy elhozzuk onnan, le tudjuk oda tenni, ott kérünk egy plusz 30-at, és még leteszünk egyet valahova. Na, kíváncsi leszek, srácok, hogy milyennek vélitek majd mobilról a játékot. Kíváncsi leszek. Lehet egy praktikus tipped? Mondjad nyugodtan, már ilyen szépen megkereszted. Nagyszerű. Mangrove a következő, amit így kell csinálnunk. A kérdés már csak az, hogy hogyan csinálunk olyat. Hogyan csinálunk olyat.
Ott valami izé volt, hőmérséklet volt, azt hiszem. 30 fok kellett? Igen, igen, a salinátor volt az, ami így kellett nekünk. Mobilra ingyenes, hogyha van Netflix előfizetésetek. Igen, az kell nekünk. Hogy függ össze a Netflix a játékkal? Hát úgy, hogy a Netflix is ilyen platformként működik, mint mondjuk a Steam, meg a GOG, meg a... mit tudom én. Azt hiszem a Twitch Prime-osok is... Twitch Prime-osoknak is van valami saját platformjuk, és akkor ott azokkal a játékukkal tudsz játszani, amiket oda begyűjtesz például. A Netflix előfizetéshez meg járnak ki játékok, igazából ennyi. Monorail, recycling, igen, most az a feladat, hogy helyreállítottuk a biomokat, állatokat kell tanálnunk és elcsomagolnunk. Az airshipet jó lenne valami egyszerű helyre rakni, mondjuk oda. Én jól néznek ki ezek a mangrovok. Van a mangrovra amúgy magyar szavunk, srácok? Amúgy ez itt talán még jobb helyen lesz. Mangrove. Akkor jó. Na, Animal Observatory, mehet oda mondjuk. És akkor már is azt mondja, hogy... Island. Na hát van islandünk, tessék. Small Island, igen. Még több beach kell neki, na várjál. Az mennyire lesz jó. Az a gond, hogy az meg nem sziget, ugye? Ja, hogy nagyobb tájlók kellene neki, tehát akkor 10. Az ott 8. Hát akkor megcsináljuk, tessék. Egy. Mesterséges sziget, tessék. Már is van szigetünk. Akkor ez jó lehet? Tessék. Már is vannak teknősök a mesterségesen telepített szigetünkön. Mondjuk én nem látom, de elvileg ott vannak. Állítólag. Biztos. Hogy a Book of Demons benne van a Prime Gamingben, csak mondom. Az jó game kollektíva. Nem tudom, én nem látom ezt a teknős, de ha ott van, ott van. Amúgy talán az is jó lett volna. Nem, az nem tetszik neki. Valószínűleg azért, mert építettem rá. Ja nem, azért nem tetszik neki, mert hogy az csak 8. És nem is tudunk rajta bővíteni.
Még tojásban van a homok alatt. Tessék szépen kijönni a tojásból. Na, mi az, ami... Igen, Ocean near River, igen, tehát van korall, van óceán, és akkor mi az, ami még kellhet nekik? Ez ilyen rája lesz szerintem, csak nem vágom, hogy Ocean near River, ja, hogy river is kell neki, tehát akkor mondjuk ott. Tehát mondjuk az, az ott rivernek számít, nem? Igen, az river, az meg ocean, és akkor oda kéne korall. Na, hát akkor már is megvan a feladatunk, srácok. Kell ocean. Lelocsoltuk az ocean-t. Nagyon jó. Szia, Lia Rose. Igaz, így, hogy van Netflixem, letöltve a játékot, azonnal megkérdezte, hogy ki játszik. Feldobta a Netflix profilokat, kiválasztottam, és már be is töltött, hál' Isten nem bonyolították túl. Na, tök jó. Na, van minden, és megjöttek a ráják is, a rájákok, ott van. Ott a rája. Kettő is van. Hopp, ott ugrik is. Nagyszerű. Hol vannak a teknős? Nekem nem tetszik az, hogy nincsenek teknősök. Ebből kéne, hogy legyen, de nincsen. Na. Forest. Lush forest. Lush forest. Tehát búja erdő kell neki. Na hát ez nagyon búja lesz, srácok. Az nem tetszik neki, hogy van épület. Érted? Az nem tetszik neki, hogy van épület. No buildings in range. Tehát akkor kell neki olyan, ami van épület, vagy mi? Ott van épület? Ott is van. Na és mi, hol, melyik az épület? Melyik lehet szerintetek az épület, ami itt ebben a range-ben van? Ott mondjuk értem, hogy mi lehet. Szerintem az lesz a gond. Ez a pilár, ez építménynek számít. Ezt itt le kéne zúzni. Recycler Station. Na várjál, várjál. Ugye ezt így össze lehet kapcsolni a monorail-lel. Oké. Okay. Rockhopper. Lehet sziklát köpni, srácok. Oké. Okay. Tetszik ez a sziklaköpő. Igen, oda köpjünk egy sziklát. Bum! Na már is mehet a monorailre. Zseniális. Na. Kéne még sziklát köpnünk. Na, még köpjünk sziklát. Igen, mondjuk onnan. Az kell, hogy mondjuk oda köpjünk. Nagyon jó, nagyon jó. Remélem, hogy ez az így jó lesz, srácok. Aha. Oda nem tudunk sziklát köpni.
Ja, oda nem is kellett volna. Csűha! Most amúgy, ja igen, össze akarunk csomagolni. Hogy konkrétan a monorélt is felszámolja. Na menj már! Jó, ez most egyelőre csak ilyen teszt jellegű megmozdulás lesz. Mármint, hogy annak kéne, hogy legyen. Nézzük csak. Ez ilyen outrom. Na. És most akkor mehet a szkennelés. Na már is van papagájunk, ott vannak a papagájok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jó, hogy ezzel játszok. Nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen a demo után, így 2 évvel a demo után ez a játék. És amúgy... zseniális. Na nézzük! Beaches és Wetland. Beaches, Wetland. Beaches. Na várjál, Beaches, mindjárt csinálunk Beaches-t. Jó, Beaches is van, meg Wetland is van. Messze. Outdated, hogy mi? Hogy micsoda? Ész, hogy outdated. Oké. Okay. Tessék, akkor szkennelünk egy olyat. Most az a baj, hogy van beach, igen, és ezzel meg mi a gond? Wetland, még több wetland kell neki. Hát, srácok, nem probléma állítólag. Beaches, igen. Na, ez most akkor jó. Tessék, megjöttek a flamingók is. Megjöttek a flamingók is, itt vannak. Na, azt mondja, hogy... korall és mangrove. Hú, ez mondjuk problémás, mert hogy olyanunk nincsen. Ott van mangrove. Ott van mangrove, viszont nincsen korall. Mi kell építenünk az útvonalat a monorail-lel. Hát nem tudom, ez itt mennyire lesz korallos. Korallos. Megnézzük. Hát ez ott nagyon nem lesz az. De megcsináljuk. Na várjatok. Figyelj, hát csinálunk egy olyat, hogy ide jövünk. és ott ugye korallos. Na, akkor csinálunk egy olyat, hogy irrigátor, igen, és akkor teszünk rá. Miért is kell rá tennünk? Ez az, ami átalakítja mangrove-vá. Tehát kérünk hidropóniumot, és kérünk rá salinátort. És akkor ez így jó lehet elméletileg. Ez így elvileg korallos is, meg mangrove-os is. És még a hőmérséklet is jó, tehát megjelentek a cápákok. Bocsia, ki van írva, de nem látom, vagy elhangzott már 100-szor kérdésbe, de most ezt te mini játszod. Hát mivel van egerem, kis egerentyűm, ezért ez PC megy. Így van. Na szóval itt vannak a cápákok. 2 cápa, és akkor jön az utolsó. Messze a földtől.
Ez jó lesz neki? Az a gondja, hogy no land in range, tehát az ott neki nem tetszik. No land in range. Kész. Kész is van. Elvileg a bálnánk is van. Oh, azt hittem látom, de nem látom. Én még nem látom, srácok. Hát elvileg itt is van bálna, de ott sincs. Bálnákok, cápákok, korallokok, mindenek is vannak, ok, így van. Jó, hát igazából megvannak az állatok, megvannak a biomok, most már össze kell csomagolnunk. Össze kell csomagolnunk. Azt sajnálom, hogy nem látom se a teknőst, teknőst se látok, és cápát se látok. Csomagoljunk össze. Ez a kővető. Az mondjuk elég nagy hülyeség volt. Vissza lehet vonni, nem mi? Itt miért nincs visszavonás gomb, srácok? Igazából azt még nem is kéne ott felszámolnunk. Ez a pazarlás ne további amúgy. Azokat is ott valahogy fel kéne számolnunk. Igazából van ilyen silónk. Van ilyen silónk. És a silóval be tudjuk gyűjteni a monorailre. Igen, van ilyen undó, de amikor azt mondom neki, hogy telepítünk egy ilyen recycling békont, akkor nincsen undó. Nem volt az előbb legalábbis. Na. Hát felszámolások. Monorail kell, még nekünk monorail. Aha. Oda is kell, és ide azért kell, hogy ugye fel tudjunk számolni. Jó, és oda is kell. Hogy azt is ott fel tudjuk számolni, meg azt is ott. Jó, amúgy most én kíváncsi vagyok, hogy így, ez így hogy fog működni. Hogyha én mondjuk azt mondom, hogy oda teszem, ott még maradt. Szia Nadrena, szia Dunyuska, sziasztok, sziasztok. Most csomagolunk egyébként. Összecsomagolunk. Oda nem kell, mert ott vannak a monorélek. Az mondjuk már nem biztos, hogy azt elérjük vajon. Elérjük, jól van. Az is ott el van érve. Mert hogy azt is ott el tudjuk érni. Azt is ott. Hát ott nem. Úgyhogy itt kell ilyen recycle-ös cucc.
Mennyire tudunk oda még építeni egy monorélt, vajon? Jó, így nem lesz gond. Ó, tökéletes. Tökéletes. Kérdés, hogy az mennyire látod be? Szerintem a monorélt még tovább kéne vinnünk, méghozzá egy kővetővel, mit szóltak? Az a gond, hogy nem lát annyira be a kővető. A kővetőnek arra kéne lőnie, és oda nem tud. Arra se tud lőni. Ez a felszámolás, ez szívás lesz szerintem. Szia, Pepe! Na nézzük! Lerakunk mondjuk egy ilyet ide. És akkor arrébb vetjük a követ. Mondjuk egyet oda. És egyet oda. Na és akkor összekötjük. Klassz. A kérdés, hogy ez itt mennyit tud felszámolni. Azt nézem, hogy odáig talán még pont elérünk. Jó. Zsír. És akkor nézzük, mi a range. Tehát ha például oda teszem, az még jó lehet. Nézzük csak. Aha. Jó, az is benne van. Az ott már nincs benne, tehát oda is meg kell nézzünk, mekkora a range. Például az ott. Oda kell tennem az ujjam, srácok, hogy lássam, hogy oda még tehetünk. Azt hiszem oda. Bizony mennek a kertészkedések. Igen, igen. Igen, így van. Szerintem amúgy jók leszünk. Ha mégse, akkor jön egy csomó költekezés, de én azt mondom, hogy ez így most jó lehet. Na, kezdjük meg a felszámolást. Nem tudom, hogy ez honnan kezd, úgyhogy rányomok. Remélem, hogy lesz elég zöldségem befejezni. Szia, Csecses bácsi! Te már köszöntél? Én nem azért köszönök, mert nem köszöntetek, hanem azért, mert én még nem köszöntem nektek. Sziasztok, srácok! Nem tudom, hogy hol. Ott megy. Jó. Azt is ott fel kell számoljuk. Nekem ne köszönjön senki kétszer. Jó, akkor sziasztok, kivéve Connor. Jó, és akkor az ott megvan. Tudunk menni a másik irányba is. Aha, ez jó lehet, ez jó lehet. Jó, mehet még egy. Szia, hello Connor, szia Connor, cső Connor. Jó. Aha, na ez, erre nagyon kíváncsi vagyok, srácok. Oké, azt is ott felszámoltuk. Erre
kíváncsi vagyok, hogy ez így mit fog majd felszámolni. Ott is egy csomó minden már le lett építve. Jöhet az. És jöhet az. Hűha! Én látom a problémát. Én látom a problémát. Ez itt bizony probléma. Ezt nem tudom, hogy hogy nem lett itt bekalkulálva, de semmi gond, még van pénz. Nem már! Nem már! Morcos vagyok. Na várjatok. Nem lehet! Nem lehet, hogy valamit ott hagyunk. Az nem lehet. Jó. Vigyed el onnan, köszi. Azt is. Azt is. Meg próbálkozunk egy ilyennel, ez nem tudom, hogy hogy fog működni, megnézzük. Nagyon jó, nagyon jó. Az ott micsoda? Az ott ugye le fog jönni. Jó. Jó. Nagyon jó. Csomagolunk, szépen csomagolunk, már 66%-nál járunk. Nyilván ez egy, tehát hogy ezek a monorélek most itt költségesek leszerelni őket. Tök ez a monorél még maga alatt is fel tudja szenni a sin, de úgy érdekelne, hogy a repcsihez hogy jut vissza a kocsi. Hát igen. Igen, itt a koncepció egy kicsit rosszul van kidolgozva. Nem hagyunk ott semmit. Tudjátok, mi lesz a durva? Leszerelünk mindent, azt fogja kiírni, hogy 99%. Az erdő közepén nincs valamit? Gondolom azt így jelezné, de nem látok semmit. Így jelezné világos zöld, de nem jelez semmit. Vége felé lesznek nyilak, ha ott hagytál valamit látni. Ja persze, csak most számoljuk fel a teljes hálózatot. Hori. És ugye nyilván az a cél, hogy minél több zöldséged legyen. Kilencvenkettő százalék. Jó, nem maradt semmi. Mázli. Minden bajom megvan, minden gól megvan. Igazából meg vagyunk a teknősöket, én még sajnos még mindig nem látom. Ezt nem tudom, ezt nagyon szomorú vagyok, hogy nem látok teknősöket. És azt is nagyon sajnálom, hogy
Nem látok a bálnákat sem. Ez nagyon szomorú. De örülök, hogy ilyen szép zöldét tudtuk varázsolni ezt a részt is. Köszi szépen, srácok. Köszi szépen. Van Netflix előfészeti? Van, de van. Van. De én Steam-en nyom. Nem volt teknős 0 per 10, így van. Sajnos, srácok, így 10 per 10 lenne a játék, de nem látunk se bánát, se teknőst, így nem lát 10 per 10. Na, ez meg már polár. Tundra, Lichen... Mi az a Lichen? Lichen... Zuzmo. Uh-huh. Kelp forest és forest. Ó, és itt már ilyen, nem is tudom mik ezek. Szarvas is lehet, nem csak őz, ahogy látom. 35%-os a 35%-os a visszaállítás. Köszi, srácok. Az achievementek 11%-a van meg így 138 óra alatt. Aha. 25 épületet éges le egyetlen egy tűzzel. Hát amúgy nincsen sok achievement. Van egy olyan achievement, hogy nézd a természet szépségét 60 másodpercig, csak gyönyörködj. Van screenshot mód. Tök menő. Tropical region, aha. Igen, például most kaptunk egy achievementet, ugye, hogy mindent felfedeztünk. Rémszarvas lehet amúgy az. Na. Még ebbe belekukkantunk, nem csinálunk meg mindent, csak belekukkantunk, hogy ez így milyen. Polár, gejzír, lava flow, geotermikus erő. Na. Aha, látom a geotermikus erőket. Látom. Fungi, iceberg, moss. Aha. És akkor itt elkezd... havazni. Jó. Toxicity. Lava tile. Szeizmikus detonáló. Rare Zodiac. Na várjál. Tehát ide tudunk csinálni lávát? Wow. Jézus, gyorsabban eljut a te ideig, mint én. Igen? Hogy fröcsköl ott a láva, na várjatok. De menő! A lávás vízesés. Csináltunk lávás vízesést. Na, jelenleg mínusz 8 foknál vagyunk. Ugye az a cél, hogy ne legyen sok láva, mert akkor fölmegy a hőfok. És snowfall akkor lesz, hogyha 5 fok alatt maradunk, gondolom, igen. Hát most még jók vagyunk, az ideális, aha. Na. Kb. Az első két pálya 7-8 órámba, tehát. Igen, hát jó, de azért meg lehet állni gyönyörködni a izében, szóval, hogy...
Igen, mínusz 5. Ott amúgy mutatja is, tehát hogy zöld, jók vagyunk. Iceberg form. Uh-huh. Ugye valószínűleg itt előjön már az, itt már elő fog jönni az, hogy bizonyos opciális gólokat ugye lehet teljesíteni, és akkor elkezdődnek az események, nem lehet mindegyiknek megfelelni. Valamelyiket hamarabb kell teljesíteni. Aha, tehát úgy van, hogy temperature, humidity és toxicity van most jelenleg. Így van, nem időre megy. Én most itt próbálok nektek minél többet megmutatni. Aurórát várod? Toxicitynek le kell mennie. Igazából szerintem, ha elkezdődik a snowfall, akkor le fog menni a toxicity. Csak ugye itt annyi kellene, hogy vizet csináljunk. Ocean. Na nézzük. Ugye ahhoz az kellene nekünk, hogy geotermikus palánta, tehát mondjuk oda tudunk egy olyat csinálni. És itt minden hőmérsékletet növel. Az elég szívás. Igen, mint a System of a Down szám, így van. Tehát plusz 1. Plusz 16. Plusz 6, na az nagyon jó. Ott az a gond, hogy ott az a gond, hogy az a rész jeges. Az a rész az ott jeges. Aha. Húha, hát ez nem egyszerű. Ez nem egyszerű. Nem baj, az Ocean Tile-t azt reclaimeljük, és akkor hát, ha jó lesz majd. Na, mit kaptunk most? Flash Freezer. Na, le tudjuk fagyasztani a területeket, tehát ezzel vissza tudunk, tehát a hőfok lentartását azt meg tudjuk oldani. Jó. Na nézzük meg, milyen, hogyha lefagyasztjuk a vizet. Wow! És akkor már is mínusz 10 fok van. Oké. Oké. Na, hát megnéztük, srácok, igazából. Nyomunk egy visszát. Tök király. Tök király. Tehát először föl kell forralnunk. Azt mondja, hogy van ott olyan, ahol 15 fok kell. Aha, és akkor ezzel tudunk ugye följebb menni hőfokkal. A kombustorral. Cloud Seeder, azzal pedig a humidity-t növeljük. Plusz 20%. Mennyire nehéz lehet ezt elérni? Toxicity. Azon agyalok éppen, srácok. Igazából... Csináljuk a lávát. Jó, még csinálunk lávát.
Így van, robbantgatunk. Az ott egymagába... Wow. Na, igen, tehát hogy hol is tartottunk? Itt. Akartunk még valahol robbantani? Lassan elmehetne Diablo mapnak? Rizsi a sok láva miatt? Azt mondan? Még ez még nem elég. Na és ez ugye most azért jó, mert ahol van láva, ott lehet geotermikus erőmű is. Ez a harmadik map az, ami így nagyon más, mint az eddigiek, nem? Hát elértük a nulla fokot, és eltűnt a jég. Ó, de király! Menj már! Erre nem is gondoltam amúgy. Kérdés, oda elérünk. 80, 88. Ja, nagyon jó, nagyon jól kitalálták ezt. A Toxicity az ott van főleg. Azt mondja, hogy green területká, na várjunk. Öntözzünk. Na tessék. És ez állokkolta a dehumidifiert. És akkor így kiszállítjuk és lejjebb visszük a humidity-t. Hova lehet ezt tenni amúgy? Mit mondott? Egy sziklára. Nem tudom. Ja. És akkor kell neki még áram is. Jó, na nézz, igazából nem akarom, csak meg akarom, ha látom, és akkor úgy tudunk lejjebb menni. Jégkészítő körül megmarad a jég... Hát jeget szerintem úgy fogunk tudni csinálni, hogy ugye a jégkészítő lejjebb viszi a hőmérsékletet. Látjátok? És akkor jön a fagy. Tehát le tudunk menni nulla alá. Na, a Toxicity-t akarjuk még lejjebb vinni. Igazából azt azért tudjuk, mert az egy égett terület. A 72. Tehát a zöld, ami érintkezik egyébként a lávával, az ilyen esis cucc lesz, tehát ilyen éget. Még jobban tisztítani kell. Nem vágom, hogy... hogy így ugye most mibe kéne még többet tisztítani.
Ja, látom, tehát, hogy... Aha, megvan, most már megvan, srácok, látom. Ez 59. Mikor lesz a 20% alá kell mennünk, és a humidity-t feljebb kell tolnunk, és utána le kell hűtenünk, és akkor jön a snowfall. Igazából az a cél, hogy azt megmutassam nektek most. Na. 32%. Milyen tök jó chill muzsika megy. Na 32%, és akkor most jövünk errefele. Na nézzük. 25%-nál járunk most. Micsoda? Biodiverzitást kell növelnünk. A 25%-os toxicitás az már így okés nekik? Nem is gondoltam. Na, még lejjebb kell mennünk, ugye még jobban meg kell tisztítanunk. Amit ugye úgy tudunk csinálni még, hogy ide csinálunk egy ilyet. Többek között. És akkor ott tisztogatunk még. És ott is tisztogatunk még. Az 20%, és ugye 20% alá kell mennünk. De mondjuk már az is klassz lenne. Na, tessék, 18% vagyunk. 18%-on vagyunk most. A humidity-t még följebb kell vinni. Azt mondja, hogy hogyan tudjuk. Monorail, arborétum. Égett területre tudunk arborétumot. Na, olyat tudunk csinálni, hogy nincsen fánk, de tudunk csinálni azzal, hogy aha, nem tudom, hogy hogy tudunk csinálni. Ezt mire rakjuk rám? Biodóm. Nem tetszik neki a minden igaz a humidity-nk. Radiál excavátor. Azt a rohadt! Azt nézzétek, srácok! Jesus! A lávát be tudjuk fedni kővel. Például. Jó, na nézzük meg. Ez itt komoly lesz, az biztos. Oké. És még kell neki, tehát ez nem volt elég.
Jó. És akkor lett ilyen alga greenhouse. Oh, Jézus! Ezt mire teszem rá? Aha. Azt nézzétek. Alga zöldház. És azért jó ez, mert csinál nekünk lichent, meg kelp forestet. Aha. Mert hogy ugye ezt az algát, ezt át lehet mozgatni a vízbe is. Hát ezt csak meg kell nézzük, srácok. Csak meg kell nézzük. Monorail. Na, monorail 1, monorail 2, monorail 3. És akkor elvileg át tudjuk tenni. Tehát ha én most itt ezt ha nincs a közelbe. Na de az ott már a közelbe lesz. Na figyeljetek! Algásítunk. Algásítás, ott hozza, és figyelj! Prüty! Beletette. Asztalat. Azt a rohadt. Na, mi az, ami kell nekünk? Még följebb kéne vinni a humidity-t. Hogyan tudnám szerintetek gyorsabban feljebb vinni a humidity-t? Ha megtisztítjuk. Azzal nem megyünk följebb humidity-ben. Az arborétumot lenne jó használni. Csak ugye ahhoz égett terület kell. És ahhoz meg fel kell gyújtanunk. Zöldítsünk csak lávákat, direkt látsz csak lávákat. A de humidifier az majd le... Azt ott fel tudjuk gyújtani? Ezen nem tudunk gyújtani, vagy igen? Hát végül is égett területet csinál. Égett területet csinál, az meg nekünk ugye jó, mert akkor jöhet az arborétum. Nem jöhet? Ja, hogy csak... Isten, hát égett... Na. Visszavonás, és akkor oda teszünk egy épületet. Azt mondja, hogy tessék. Na, most már mehet az égetés. Bum! És akkor most jöhet az arborétum. Hey! Nem égett le az épületünk. Semmi gond, csinálunk ilyet. Amúgy ezzel a szeizmikus akármivel... Ez nem az, ami nekünk kell. Igen, ehhez amúgy várjatok, megcsináljuk, csak ahhoz be kell áldozzuk, srácok. Jó. Hush. Nagyon jó. És még egy kicsit. Beáldozzuk, hogy később jobb legyen. Na, még egy kicsit beáldozunk. Na. Lehet, hogy ez orbitális nagy hülyeség volt. Na, ugye most azt mondja, hogy ideális. De hát nem tudom letenni a biodómot.
High ground kell neki. Na jó, hát ez akkor az high ground. 108. Oda néz, sose volt ilyen jó. Jó. És ez azért volt jó, mert ezt fel tudjuk gyújtani. Ha jól sejtem. Na, mert prüc. Jó, és akkor tudunk még egyet gyújtani? Aha, még azt is le lehet gyújtani. Tehát az elszáradtakat is fel lehet gyújtani, ez nagyon zsír, ez így nagyon zsír. Na. Azért jó most ez nekünk, mert tudunk ilyet csinálni. És ugye most a humidity-t kéne lövelni. Hogyan kéne lövelnünk? Borzasztó nehezen jöttem rá, hogy hogyan kell megoldani. Butterfly-aink lettek. Én csak egy egyszerű snowstormot akartam nektek mutatni. De úgy néz ki, hogy ez nem megy ilyen egyszerűen. Nagyon jó, ez a játék 100%-osztam. Igen. Igen, ez a felgyújtató, a kiszáradt hű, ez tök jó. Most olyan, mint hogyha most kezdeném a játékot. Nem vágom, hogy most hogyan lehetne csinálnunk humidity-t. Hogyan lehetne feljebb vinni. Mi volt eddig a megoldásunk? Hogyan csináltunk humidity-t? A Cloud Seeder. A Cloud Seeder a megoldás. Francba. Az kellett nekünk. Annyit csinálunk, hogy... kell nekünk ez. Na és akkor ezt át tudjuk alakítani. Így van. És akkor így lehet Cloud Seederünk. Na. Jó. Oké, meg vagyunk, srácok. Bocsánat, valamiért nem kapcsolt az agyam, hogy Cloud Seeder kell nekünk. És most lejjebb kell vinni a hőmérsékletet. Tehát, flash akármi, igen, mínusz 4 fok. Hát én most nem meg akarom oldani itt a
mindenséget. Igazából csak lejjebb akarom fagyasztani a... Minecraft rocks. Na, én ezt szerettem volna elérni, hogy szétessen a stream, jöjjön a havazás, és akkor a bitrate-nek annyi. Na, én ezt szerettem volna így a végére megoldani. Hogy lássátok, hogy milyen ez a biome havas mód. Gyakorlatilag minden, ami volt lávánk, az így off. Offos. És ugye itt nyilván nem ez a cél, hanem az, hogy a biomokat kimaxoljuk, és akkor utoljára csinálunk megint havazást, de amúgy ez nekem, ez én... Na és az Aurora is megvan amúgy, mert a Toxicity lement, és ott az Aurora. Azt nézzétek. Wow! Wow! Köszi szépen amúgy a helpet, srácok, valamiért nem ugrott be az elején, hogy a, kell ez a Cloud Burster, vagy mi a manó. Cloud Seeder az. Nagyon zsír. Na! Nyilván lehetne ezt még tovább nyomni, meg lehetne itt okoskodnunk, ügyeskednünk ezen a pályán, viszont én nekem itt tényleg csak az volt a cél, hogy elérjük a havazást, és hát bónuszban még Aurórát is kaptunk. Úgyhogy nekem ez tetszett, srácok. Jó ez a játék, klassz. Én úgy gondolom amúgy, hogy ha vevők vagytok erre, majd meglátom így a visszajelzések alapján, de ha vevők vagytok erre, akár meg lehetne csinálni, hogy végigjátsszuk ezt a játékot. Én adnám. Mint mondtátok, 4 plusz 4 pálya van, úgyhogy hát el lehet vele lenni. Jelenleg ugye 2 óránk van a gamebe, kicsit több mint 2 óránk, majdnem 3 óránk van, és ez alatt 2 és fél pálya lett meg. A 4 pályát azt mindenféleképpen vállalom, a titkos rejtett pályákba meg lehet, hogy csak belekukkantunk, ezt még nem tudom. De így elsőre azt mondom, hogy így a demo után érzem a játékon, hogy fejlődött, és azt is megértem, hogyha valakinek 25 euróért ez a content, ez kevés. De ez egy nagyon klassz játék, nagyon egyszerű, nagyon kikapcsoló, tehát agyalnod azon, hogy mit hova teszel, és közben szólít a kis lágy zongorázás, megreformálod itt ezt a világot, és utána pedig fel kell szedned mindent, úgyhogy semmi nem maradjon hátra. Szerintem teljesen jó. Teljesen jó. És pluszban még ott van az is, hogyha van Netflix előfizetésetek, akkor telefonom vagy tableten tudjátok nyomni amúgy ezt a játékot. Kíváncsi vagyok amúgy, hogy milyen így a telefonos irányítása, szóval nagy valószínűséggel meg fogom nézni, hogy telefonom milyen. És mondom, én vevő vagyok arra, hogy ezt a játékot végigjátsszuk, mert nagyon chill és nagyon szép. Nagyon chill és nagyon szép játékról van szó. A Devolver ismét egy tök jó játékot, egy tök jó csapatot karolt fel. Nagyon örülök neki. És hát ugye nem ez volt az első együttműködésük a Devolverrel, mondom, a Genital Justing is az ő játékuk, a Free Lives, aki ezt a játékot is csinálta, illetve a Broforce meg az Expendable Bros is, szóval, hogy ez nem egy... Tudták a Devolveresek, hogy mire vállalkoznak az arcokkal. A későbbi pályákat nyomogattan számolhatott több órával, de azért 25 euró combos érte szerintem is. A 25 euró az azért sok szerintem, mert nekünk sok, de amúgy a 25 euró az...
fillérek. Tehát, hogy ezek fillérek. Egyébként. Én úgy gondolom. Hogy ez csak magyar viszonylatban sok. Amúgy meg ezért az élményért szerintem pontok és. Hát az már egy más kérdés, hogy nincsen magyar árazás még a Steamen, de hát annak is majd eljön az ideje. Minden esetre én nagyon szépen köszönöm a lehetőséget a kiadónak, a Devolvernek, hogy ezt az élményt meg tudtam így nektek mutatni. 2 évvel a Steam Next Fest-es demója után. Ha valaki arra kíváncsi, hogy milyen volt 2 éve, vissza tudja nézni a vodot rólam.